Sziasztok, Bartal Alexandra vagyok, ez pedig Ahol is kezdjem podcast. A mai vendégünk Esztergályos Patrik, szia! Szia! Kezdjük azzal, hogy abba hagytad most végül is a sportot, vagy még csinálod? A sportolást én azt gondolom, hogy nem lehet abba hagyni, hogyha azért éveken keresztül benne voltál, akár élsportot nézünk, vagy ha csak hobbiként csinálod, szerintem ezt imádni lehet, hogyha elkezdtél valamit, ha csak nincs akkor a sérülés esetleg az életben, de nyilván hagyja az ég, hogy ne történjen semmi, akkor, hogyha szereted csinálni, akkor szerintem erre annyira ráfüggsz, hogy eszedbe sincs abba hagyni. Jól láttam, akkor 2019 óta pedig nem nagyon vagy aktív. Ez nagyon egyszerű van? Egyébként a kérdésre a válasz, ugye voltam egy műsorban, az Exatlon nevezetű sport realityben, és erre, amikor kaptam a meghívást, akkor el kellett utaznom Dominikára, és ezzel azt jelentette, hogy most itt kell hagynom a sportolást, az élsportot. Bár ezt annyira nem is bántam akkor, hiszen egy olyan mély zuhanásba érkeztünk az edzőmmel, ami akkoriban vagy előtte még nem volt észrevehető. Tehát azt jelenti, hogy eredménytelenség, motiválatlanság ért utol, és ezért tudtam pontosan, hogy kell egy inger változás, hogy ez kizökkentsem. Ekkor jött a dominikai út, és majd vártam azt, hogy amikor hazaérek, akkor biztos fogom folytatni a vívást. Nem így lett, de semmilyen olyan döntést nem bánok, amit akkor hoztam. És nem is tervezett folytatni akkor? Sokáig úgy voltam vele, hogy szeretném folytatni, és magamat is abba a hitbe ringattam, hogy majd ezt úgy is fogom folytatni, és visszaveszem a pengét a kezembe. De úgy hozta az élet, hogy kétszer megpróbáltam, kétszer egy rossz próbálkozás volt, és még talán a harmadikban bízok, három magyar igazság, hát ha majd ott megjön a flow, de egyelőre most erre még nem tudok gondolni. Mikor kezdted el a vívást? A vívást megelőzte nagyon sok sportág, amit kipróbáltam. Foci, úszás, atlétika, kézilabda, tenisz. Tenisz nagy szerelem volt egyébként, csak eléggé zsebbenyúlósra alakult már az utóbbi időszak. Sajnos ezt abba kellett hagyni, és egy olyan problémám volt még, hogy nagyon megfázós gyermek voltam, ami azt jelentette, hogy a tüdőgyulladást váltotta az arcüreggyulladás, és utána fordítva, és erre kellett egy teremsportot kipróbálni. Nyilván a kézilabda is például az volt, de az csak tényleg egy kipróbálás erejéig néztem meg, és egy bevásárló központban találkoztam egy régi óvodás társammal, és akkor őt kérdeztük, mit sportol, és elmesélte nagyon-nagyon nagy mosolyjal, hogy hát ő vív Tatabányán, és ez volt kérlek szépen 2007-ben, ami azt jelenti, hogy 10 évesen kezdtem el a vívást. Akkor te mindig is tudtad, hogy sporttal szeretnél hosszú távon. Az elején még nem tudtad pontosan mit, de hogy sportoló szeretnél lenni. Igen, azért ez egy motiváció volt, inkább családi, vagy család részéről, hiszen a nagyszüleim mindenképpen azt akarták, hogy sportoljak, ugye csak az egészsége miatt is, meg hát azért a gyereknek, hogyha valamilyen szinten túlpörög, akkor valamivel le is kell fárasztani, és ebben ők hittek, és ezt támogatták is nekem, hogy akkor vívjak, és így kezdtem el 2007-ben, és hát 2 éves alapokat kellett még magamra szednem, és csak utána tudtam elkezdeni versenyezni, ez a 2 év ez elég mondhatni, nem azt mondom, hogy unalmas, mert azért érdekes volt folyamatosan, de már vártam azt, hogy mikor tudok elmenni és megmérettetni magam. Akkor a szüleid nem is gondolták úgy, hogy mondjuk a sport a tanulás rovására mehet? Nem is gondolkodtak ezen még szerintem akkor, hiszen azért, ha jól számolok, akkor voltam harmadikos, és azért harmadikosként, hogyha nincs olyan nagy gebasz a családban, akkor azért a gyerek jól tud tanulni, és mondjuk egy ilyen hármasnál azért annyira nem lehet rosszabb, de mondjuk inkább a négyest. Tehát harmadikban szerintem ez egy várható vagy hozható szint, és erre nem is gondoltak. Tehát folyamatosan járattak majdnem minden nap edzésre, plusz mellette a tanulás. Észre sem vettem azt, hogy nekem ez mondjuk nyűg lenne, aztán nyilván utána már azért át kellett gondolni, hogy miből mennyi mennyiséget tudok vállalni, és akkor jöttek igazából a nehézségek. Akkor később nehezebbé vált, hogy mennyi időt mire szánsz. Hogyan tudtad ezt beosztani? Én mindig azt mondom, hogy a kettőt egyszerre, akár a tanulást, vagy akár a sportolást nem lehet ugyanazon a szinten űzni. Egyik valamilyen szinten a másiknak a rovására fog menni. Tehát ilyen nincs, hogy mondjuk a kettőt össze tudod egyeztetni ugyanazon a szinten. Akkor a lelkesedés vagy motivációd lehet, bár azért a múltban láttunk olyanokat, hogy akár orvosok vagy ügyvédek jutottak el világbajnoki szintre, vagy akár olimpiai aranyérmet is meg tudtak nyerni. Én azért erre
hát volt példa, ahogyan mondtam, de nem sok ilyennel találkoztam, tehát valamilyen szinten ezt be kellett nagyon jól osztani. Nekem akkoriban, amikor az általános iskola felső tagozatába értem, akkor már azért, mikor egy OB-ra el kellett utazni egy hétre, vagy már mondjuk volt egy edzőtábor, vagy mondjuk minden hétvégén volt már versenyem, akkor azért nehezen tudtam azt megoldani, hogy mondjuk hétfőre tutira toppon legyek a suliban, mert hát nincs az az ember, aki mondjuk egy hétvége kihagyás után maximálisan fel tud készülni a hétfői törítézére. A tanárok ehhez hogyan álltak hozzá? Folyamatosan támogattak, hogy azért ez egy kimondottan olyan sport volt, vagyis hát az én életemben egy olyan karrier lehetőség, amit pontosan tudták a tanárok is, és ezt egyébként mai napig köszönöm nekik, mert hát nélkülük nem tudtam volna eljutni erre a szintre, amit folyamatosan támogatták. Ugye tudták azt, a gyereknek persze sportolni kell az egészsége miatt is, persze, ha majd jönnek az eredmények, akkor is csinálja, de folyamatosan úgy álltak hozzám, hogy jó, rendben, majd akkor következő órán megírod a dolgozatot, oké, most nem felelsz. Hozzátenném, az osztálytársak nem mindig néztek jó szemmel. Ezt akartam neked mondani, hogy akkor te voltál az a gyerek az osztályban, aki... Igen, a nyali gép, meg a... Igen, kivételeznek vele. Igen, tehát ez nagyon nem volt egyszerű. Mondjuk nekem ezzel nincs problémám, aki ismer, az pontosan tudja, hogy ezek a vélemények engem valahogy így nem nagyon tudnak érdekelni, csak így a saját utamat tudom egyengetni, és nekem ez a fontos. Természetesen azért az elején nem volt jó látni, a gyerekként ezt még nem tudott kezelni, hogy most rossz szemmel néznek, és akkor na hát már megint a Patrik biztos nem fog felelni, meg hát na majd most helyette kell felelnem, meg ha helyette fogok egyest kapni. Persze kellemetlen volt és fájt, de egy idő után már ezzel megbarátkoztak. Sokszor mondták neked, hogy ebből nem fogsz tudni például megélni? Megkaptam sokszor persze, hogy a tanulás az a legfontosabb, és a sport az csak utána helyezkedik el. Ezt szintén a családnak az atyai tanácsa volt, és már-már prófétai beszélgetésekben is belekeveredtünk, hogy a tanulásból fogsz megélni, a sport az csak nyilván az, hogy elmész versenyzel, persze, hogyha profi. Nem tudták elképzelni azt, hogy én el tudom vinni olyan szintre, ami mondjuk kifizetődő lehet, úgymond akár megélhetés szempontjából. Nem azt mondom, hogy ez egy rossz érzés volt, mert ők pontosan tudták azt, hogy oké, rendben, jó az a vívás, ezen a szinten jól érzem magam benne, és eredményes vagyok, de hát mégiscsak a tanulás az, ami majd az életben fenntart, vagy abból tudok profitálni. Nekem ez fura volt, és sokszor fájt is, hogyha mondjuk csak erről beszélgettünk, de aztán beletörődtem, hogy jó, végül is igazatok van. Akkor, hogyha valakinek tényleg ez az álma is kitart mellette, te azt mondod, hogy ne hallgasson a körülötte lévő emberekre, inkább a saját akaratára, úgymond, meg az álmaira? Persze. Az, hogyha kitűzöl magadnak egy célt, és sokáig egyébként céltalan embernek neveztem magam, így a 20-as éveimnek az elején, ez egy olyan időszak volt, amikor nem tudtam eldönteni azt, hogy most akkor a sportot válasszam, vagy a tehetségem alapján menjek valamilyen pályára. A családdal ez egy hatalmas nagy problémás, vagy mondjuk egy szikra volt bármilyen vasárnapi ebédnél, családi ebédnél, hogyha ez szóba került, és most vagyok azon az úton, amit már így eldöntöttem, és pontosan tudom azt, hogy mit tudok majd kamatoztatni az életben. Ha esetleg nem a sportot választottad volna, akkor mi lett volna a B-tervel? Egészen egyszerűen imádtam a történelmet és az irodalmat, tehát hogyha csak a tanulásnál maradunk, akkor biztos, hogy azon a pályán indultam volna, akár egy jogi pályán, vagy egy ügyvédi karriert futottam volna, mert nekem ez nagy álmom volt a nőgyógyász pozíció után. Érdekes módon felvilágosítottak, hogy az nem mindenféleképpen lesz majd, hát hogy mondjam, nem is, hogy kifizetődő, hanem én elképzeltem magamnak egy világot a szülésznőgyógyász pozícióban, vagy karrierben. Aztán azért erről a kedves rokonok, barátok tájékoztattak, hogy nem biztos, hogy az az én utam. És ezt így el is engedtem, utána jött az ügyvéd, jogász, sztárügyvéd, bocsánat, tehát hogyha már lehet választani, akkor mindenféleképpen pozícionáljuk. És akkor utána, amikor már láttam, hogy a sportban viszont tényleg vannak eredményeim, akkor ezt így elengedtem, lejjebb adtam az álmaimból, úgymond, és a sportot választottam. De az, hogyha valaki megkérdezi, akkor ezzel a 24 éves fejjel azt mondom, hogy kövesse nyugodtan, mert hogyha beleteszi a munkát, akkor nincs az Isten, ami ezt elveszi tőle, hogyha tényleg dolgozik érte, akkor az előbb-utóbb úgy is sikerülni fog neki. Elég nagy a kontraszt, hogy élsportoló, illetve sztárügyvéd, hogy
úgy az előbb mondtad is, hogy igazából nem tudod a kettőt egyszerre csinálni, szóval a tanulást hátrébb helyezted, hogyha jól értettem. Igen, ez nem azt jelentette, hogy bukdácsoltam mondjuk a gimnáziumba, hiszen a gimnáziumban értek először utol azok az eredmények, akár az ifi olimpiai arany, vagy egy világbajnoki cím, vagy egy Európa-bajnoki cím, hanem nem tudtam arra annyira koncentrálni, mint ahogyan egyébként tudtam volna. Szóval azt mondod, hogy ha nincs a sport, akkor tudtál volna 100%-ba a tanulásra figyelni, és akkor akár el is érhetted volna az álom céljaidat. Ez egy picit nagyképű gondolat, de én azt gondolom, hogy kitűnően érettségiztem volna, hogyha nem sportolok, és nem azért, mert hogy akkora talentum vagyok, vagy akkora tehetségem van, vagy akkora koponyám van, hogy kisújból kirázom mondjuk egy-egy töri érettségit, vagy mondjuk a matekot, meg sem nem szerettem a matekot, és kimondottan béna voltam benne, azért, mert ezt gondoltam. Azért voltam benne béna, mert elmentem vívni minden egyes nap, akörül forgott az életem, és nem tudtam gyakorolni. Mi kell a matekhoz? A sok gyakorlás. Tehát tisztában voltam azzal, hogy oké, a vívást választom, de akkor ne lepődjetek meg otthon, hogyha mondjuk becsúszik egy kettes, hármas, mert ez ebből adódóan így történik, és ez teljesen normális. A barátaid hogyan álltak hozzá? Gondolom, ugye mondtad, hogy hétvégén is voltak, amikor el kellett menned sportolni, versenyekre hasonlók, hogy hétvégén mondjuk nem bulizni mentél, hanem edzésre. Sajnos azt kell, hogy mondjam, nem mindenféleképpen volt sok őszinte barátom. Persze ezt az élet válogatja, és azért azok vannak melletted akkor is, hogyha mondjuk nem mész el egy buliba, nem mész el egy születésnapi partira, amikor mondjuk elmész edzőtáborozni helyette, vagy elmész egy versenyre, és ő akkor is gondol rád, pontosan megérti azt, hogy te neked dolgod van és felelősséged van, feladatod, küldetésed. Éppen ezért a barátoknak a kisebbik része értette meg azt, hogy nekem sajnos dolgom van, és nekem sajnos nincs időm részt venni ezeken az eseményeken. Sajnáltam is nagyon sokáig, viszont mivel ez egy küldetésem volt, ugye elmenni versenyre és jól szerepelni, ezáltal e körül forgott az életem, és idővel ők folyamatosan kezdték elfogadni, megérteni, úgyhogy már ilyen 18-19 éves koromra most már ez mindenkinek tisztázódott, és akkor utána jött az exatlon. Volt még valaki, aki lehúzott abba, hogy ne ezt csináld? Magát a sportot? Így van. Nem volt senki olyan, hiszen amint látták azt, hogy, és milyen érdekes egyébként, látták, hogy eredményes vagyok, akkor onnantól kezdve már érdekes módon ugye mindenki elkezdte támogatni. A gimnázium éveim alatt, amikor 9-es voltam, akkor ugye valamilyen szinten űztem a vívást, akkor még nem voltam kimagaslóan eredményes vív. A korosztályomban az voltam, de úgymond még nem tudtam felmutatni mondjuk akár egy magyar bajnoki címet. És amint az egyéni világbajnokságot megnyertem, akkor érdekes módon már másképpen álltak hozzám. Persze hoztam eredményt, tisztában voltak azzal, hogy oké, nem a suli mellé járok, hanem tényleg elmegyek edzőtáborozni vagy versenyre, de egy nehéz, nem zökkenőmentes út volt odáig, hogy ezt kiharcoljam, és megértsék, hogy nekem tényleg fontos a vívás. Minden belefektetett munka megérte, mármint a sportba is, tanulásba is, meg így az egész életedbe, vagy van olyan, amit másképp csinálnál? Hú, sok minden olyan van, amikor persze elgondolkodik az ember, és én is elgondolkodtam, hogy mit kellett volna esetleg másképp csinálni, de már kezdek eljutni arra az intelligencia szintre, vagy tapasztalatra, hogy el kell fogadnom azt, ami történt, ezeken nem tudok változtatni, és megmondom, hogy szinte nem is szeretnék, nem is kellett volna, hiszen nem tudok visszamenni az időbe, és ennek így kellett történnie. Nem volt semmi olyan, amit mondjuk másképpen csináltam volna. Lett volna persze lehetőségem más sportot kipróbálni, más utat megnézni, vagy más úton járni, de hát így építi az ember az életét, úgyhogy innentől kezdve szerintem ennek így kell lennie. Mit tanácsolnál azoknak, akik mondjuk a sport meg az iskola között ugyanígy vacilálnak, hogy hogyan döntsenek inkább? Azért azt hozzátenném, igen, ez egy jó kérdés, hogy az egyik attól függetlenül, hogy visszahúzza a másikat egy picit, valamilyen szinten ki is egészíti. Szóval az, hogy elmész mondjuk iskolába, és a padban kell ülnöd mondjuk 6-szor, 7-szer, 8-szor 45 percet, és fókuszálnod azért, hogy ne maradj le a suliban, utána pedig ki tudsz mozdulni egy edzés által, ki tudod tisztítani a fejedet, és jól érzed magad egy társaságban, ez a kettőt kiegészíti. Úgyhogy én azt tanácsolom persze, hogy amennyire egészséges és motiváló, vagy akár egy jó érzést tud a sporttal és az iskolával megtapasztalni, és mondjuk megoldani, hogy
egyensúlyban legyen, amennyire csak tudja, akkor ezt minden egyes gyereknek, legyen az elsős, legyen az mondjuk gimnazista, vagy bármilyen egyetemista, akkor azt próbálja meg és csinálja, hogyha neki ez egészséges, és jól érzi magát benne, akkor csinálja. Azt persze, mikor már egy olyan szintre eljut, hogy mondjuk dönteni kell, hogy na, akkor most ezt komolyan csinálom, vagy sem, akkor megint le kell ülni magával, és ezt fejben persze átgondolni. Azt esetleg el tudod mondani, hogy mennyi időt szántál nagyjából a tanulásra, magára a sportra, magánéletre, barátokra? Ez a magánéletre hát mindig is kevés volt ugye a sport és a tanulás által, mert azért amennyire én tudtam magamról azt, hogy oké, a sport az megy, de a család viszont a tanulást is nagyon fontosnak tartotta, és azért elég rendesen lökték elém, hogy már pedig azt is kell csinálni, tehát a magánélet az nulla. Az, hogy a sport és a tanulás mennyire osztott meg, hát mondjuk napi szinten volt egy két és fél órás edzés, előtte nyilván plusz-minusz az a fél óra, amit átutazni, ugye nyilván készülni az edzésre. A többi ugye délelőtt meg délután az tanulás volt, tehát nem nagyon volt kieső időszak, amikor mondjuk csak a kanapén heverésztem és mondjuk a telefonomat nyomkodtam, úgyhogy nehezen osztottam meg. Tehát azt mondjuk tanácsként el tudom mondani, hogy ha viszont érzed magadnak, hogy az egyik pályán te tényleg jó vagy és jól érzed magad, akkor fektess abba több időt. A többit majd az élet úgy is fogja hozni. Az, hogy a suli mennyire fog menni mellette, vagy mondjuk a sport, az majd úgy is kiderül. Nem kell ennyire rágörcsölni, mert annál csak rosszabb lesz. Ha mondjuk kitűztél egy célt, hogy te sportoló szeretnél lenni, és egy idő után belátod, hogy nem fog menni, azután a váltás az nehéz? Nehéz, ezt kétszer is megéltem. Ugye egyszer volt az, amikor a sport, ugye a vívást szerettem volna elengedni. Ez még olyan 2012 magasságában lehetett, akkor úgy gondoltam, hogy most én szeretnék váltani egy másik sportot, mert nem vagyok eredményes a vívásban, ez volt az első. A második pedig akkor volt, amikor az exatlonba kimentem. És ugye ezzel lett szüneteltetve a vívás, mert tudtam azt, hogy jelenleg ebben a műfajban, ezen a területen most én nem vagyok eredményes, és nem vagyok motivált. És amíg nem tudom ezt megtalálni, ezt a motivációt, addig nincs itt mit keresnem. Úgyhogy azért is most belevágtam ugye a podcastelésbe, akár valamilyen rádiós pozícióba, anyagokba, tartalmak gyártásába. Most ezt érzem magamnak, mint küldetés, szeretném fejleszteni magam. Úgyhogy ezt a váltást, ezt nem szabad szégyelni meg, ezt nem szabad annyira magadba tartani, mert hogyha csak gyűlölnék, akkor majd egyszer olyan pillanatban fog megérkezni benned, amikor már tényleg szétszaggatsz mindent, és azt mondod, hogy hát te depressziós vagy, te neked az élet is fáj. Úgyhogy amint érzed azt, hogy nem érzed jól magad, akkor el kell gondolkodni azon, hogy nyugodtan válts el, hát egy életed van. Most hogyha ezt húzod, akkor egyszer úgy is ki fog durrani. Rendben, köszönöm szépen akkor, hogy itt voltál. Én köszönöm a lehetőséget.